Csúszda, mászófal, áthidaló, egyensúlyozó pálya. Egy évek óta kihasználatlan teret építettek be a Cserepka iskola udvarán a közelmúltban. A fejlesztő játszótér több részképességet fejleszt, mint például a térbeli tájékozódást, az egyensúlyozási készséget és a koncentrációt, de a gyerekek mozgáskultúráját is bővíti. Arra nagyon figyeltünk, hogy akár a nagy mozgások, akár a finomabb mozgások gyakorlatilag fejlesztésben legyenek, hiszen a gyerek a tanulásában használja azokat a készségeket, képességeket, és hát amikor játszik, akkor sokkal intenzívebben használja ezeket a készségeit. A játszótér mellett szabadtéri tantermet is létesítenek az udvaron. Ezt a szeptemberi iskola kezdésig folyamatosan bővítik. Itt lesz egy külső tanterem, ami a környezet megfigyeléseiket segíti majd elő, hiszen nagyon sok mindent sokkal hatékonyabban tudnak tanulni, hogyha a megfigyelés az élményközpontú. Úgyhogy itt terveink szerint ide fák, bokrok, cserjék lesznek telepítve, és nekik egy olyan felület lesz kialakítva, hogy ott elkülönülve tudják a megfigyeléseiket végezni. A két beruházást nyárra tervezték eredetileg, de az online oktatást kihasználva előbb álltak neki a munkának. A fejlesztő játszóteret és az élménypedagógiára épülő szabadtéri tantermet csak az alsós osztályok használhatják majd.